csináltak egy megállapodást, országok közti megállapodást, ugye Magyarország és Izrael között. Még a Gyurcsány kormány, azt ha valaki emlékszik, akkor tudja, hogy mikor volt hatalmon. A Gyurcsány kormány csinálta ezt a megállapodást, hogy, felkészíti az országot arra, hogy jöhessenek az izraeli betelepülők. És utána jött az, az Orbán kormány, amely ugye ilyenkor azt szokták mondani, hogy a szerződéseket ratifikálták. Tehát magyarul ugye mehet tovább. Tehát ez azt jelenti, hogy ehhez viszont, ugye akkor én ezt mondtam, mikor ezt tudtam utána nem sokkal, hogy ugye ezt úgy kell megoldani majd, hogy el kell gyengíteni a forintot. Tehát mi kijelentettük, hogy mi nem akarunk eurót, ugye Orbánék, Orbán kormány jelentette ki, hogy nem akarunk eurót, de miért nem akarunk? Mert ugye ha helyi valuta van, akkor azt el lehet gyengíteni, ugye a többihez képest, és akkor a külföldieknek Magyarország olcsó lesz. Tehát most annyiból jó a gyenge forint, hogy a külföldieknek olcsók vagyunk. Tehát a turistáknak is olcsók vagyunk, meg azoknak is olcsók vagyunk, akik ingatlant akarnak venni. De ahhoz, hogy az ingatlan olcsó legyen, ugye ahhoz azt kell majd elérni, hogy sokan akarják eladni az ingatlanukat. Ezt pedig majd akkor tudják elérni, ezt nem most mondtam ezeket, hanem már évekkel ezelőtt. Ahhoz azt kell majd elérni, hogy ugye sok ember eladósodjon úgy, hogy ne tudja fizetni a törlesztő részleteket. Na most ugye mikor bevezették a moratóriumot, a hitelmoratóriumot, ugye 2020-ban, ugye akkor arról beszéltem, hogy akkor lesz gáz, hogyha ezt a hitelmoratóriumot föloldják, és ugye az embereknek el kell kezdeni fizetni a törlesztő részleteket. Na most, de ugye ez nem elég, hanem a megélhetést ugye nehezíteni kell, plusz még a hitelt fizetni kell, ami azt jelenti, hogy a legtöbb hiteltörlesztő nem fogja tudni fizetni a hiteltörlesztést, ami azt jelenti, hogy elárverezik a lakásukat, ingatlanjukat, és na az fogja levinni a ingatlanok árát, és az fogja eredményezni, hogy lehet tömegesen ide betelepülni. Tehát ide Magyarországra azért nem engedték az arabokat, mert az araboktól akarnak megszabadulni az izraeliek. Izraelben élő tanulóink is vannak, és mondták, hogy ott tanítják a lengyelt is, és tanítják a magyart is. És a lengyel zlotyiból sem lett euró. Oké? Tehát ugye három ország jelentette ki, hogy nem akar eurót, akik itt eurós övezetben, tehát Európai Uniós övezetben, a csehek, ugye a magyarok, meg a lengyelek. Ugye a románok meg a bulgárok azt mondták, hogy ők akarnak eurót. Tehát ami azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel ugye nem csak velünk kötöttek megállapodást az izraeliek, hanem ezekkel a másik két országgal is. A csehekkel is, meg a lengyelekkel is. Tehát ugye tudjuk, hogy a háborúban rengeteg cseh, és rengeteg lengyel, és rengeteg magyar kivándorolt, izraelita kivándorolt Izraelbe. És ugye nem csak Izraelbe, hanem kezdetben Amerika fogadta őket, csak utána Amerika azt mondta, hogy stop, és akkor lehetett Izraelbe kivándorolni. És azok a vízhiány, a meleg és az arabok miatt jönni akarnak vissza. Oké? Na most azt is mondtam régen, hogy,
hogyha elszegényítenek egy országot, akkor utána bejöhetnek megmentőként. Emlékeztek erre régiek? És közeledünk ez, e felé, az időszak felé.